És ez itt valóban a nagy kép, német Róberttel itt ülünk a stúdióban, én Hont András vagyok, vendégünk pedig ezúttal Priger Zsolt. Hello, hello. Szervusz, az Animal Sound System nevű formációnak, immár 30 éves formációnak a vezetője, ötletgazdája, szülője, mindene, illetve egyébként végzettségét tekintve pedig tanár, és ebből következik az, hogy miről is fog szólni az elkövetkezendő két óra, kultúráról, közkultúráról, helyekről, zenéről. Van egy szomorú aktualitás is, Palotai Zsolt halála, amelynek kapcsán megpróbáljuk elhelyezni, felmérni azt, hogy az ő hát, tragikusnak nevezhető, hiszen viszonylag fiatalon halt meg, az miért váltott ki, tehát a halála miért váltott ki ekkora hullámokat, hol is helyezkedik el az a műfaj, amit ő művelt a magyar kulturális palettán, és ennek kapcsán pedig még sok minden másról beszélünk. Robi, át is adom neked a szót, lévén inkább vág profilodba, mint nekem, én majd az elkövetkezendő időszakban közben fogok kotyogni mindenfélét. Jól van. Kezdjük egy nagyon közhelyes kérdés. Aztán azért jó egy közhelyes indítás, mert el lehet rugaszkodni mindenféle kevésbé közhelyes irányokba. Vagy még közhelyesebbe. Igen, köszönöm, András. Nagyon szívesen, mert bármikor számíthatsz rám. És egyébként azért is fogom ezt kérdezni, hogy milyen 30, egy 30 éves zenekar mindenesének, vagy egy 30 éves zenekar középpontjában állni olyan értelemben, hogy azért a te neveddel kötik össze az Animát. Hogy lehet 30 évet végigcsinálni egy zenekarban? Közhelyel válaszolok, elröppent egy perc alatt. Készen állok a következő 30 évre, egyáltalán nem gondolkodom ezen. Ez egy jó apropó, hogy lehet beszélgetni, meg lehet leltározni, meg lehet arról beszélni, hogy mennyi mindent próbáltunk megvalósítani 30 év alatt, de nosztalgia egy csöpp sincsen bennem, sosem volt bennem nosztalgia, próbáltam mindig a jelenben élni, vagy hát mindig sok tervem volt, és akkor ezt próbáltam kicsit idrángatni a jelenbe, de én vagyok a legrosszabb ember arra, vagy a legrosszabb beszélgető partner, hogy azt boncolgassa bárki, hogy régen minden jobb volt. Mindig jelen levőség van, és mindig arra kell reflektálni, ami van. Hát logikus, hogy rengeteg régi zenét hallgatok, meg olvasok 500 évvel ezelőtt irodalmat, meg zenét is hallgatok. Tehát, hogy meg járok templomokat és múzeumokat, de azt is a jelen valóságukban szemlélem. Most csináltam nem is olyan régen egy szentek, női szentekről szóló irodalmi zenés estet, van egy ilyen műsorom, és Bingeni Hildegard az legalább annyira modern, feminista, avantgárd, mint egy mai nagyszájú aktivista. Ez azért jó, mert lehet tudni, hogy akkor se éltem volna szívesen. Konstans. Régen minden jobb volt, akkor nem haragudj, csak hogy helyezzük el a hallgatóknak azt is, ami ti csináltok, mert nem biztos, hogy ezt mindenki tudja. Ja, simán, persze. Hogy az a műfaj, amelybe te belevágtál 80-as évek végén, 90-es évek elején, az mennyire volt elterjedt akkor, és mennyiben kanonizálódott most? Egy hip-hop alapokra, acid jazzre hajazó, nagyon-nagyon-nagyon erősen popkulturális kontextusú valamit keversz világzenével, kelet-európai népzenével, és ennek a hangzásvilágával. Ez mennyiben számított akkor újdonságnak, és mennyiben fogadódott el mostanra? Hát a 80-as években egy meglehetősen erős kísérleti avantgárd közeg volt. Csupa ilyen koncertre és partira jártam itthon és külföldön. Nagyon fontos aspektusa a sztorinak, hogy én nyugat-magyarországi vagyok, ahogy egyébként a bevezetőben említett Zsolt is, Palotai,
Tehát az, hogy ő győri, az, hogy én szombathelyi vagyok, ez egy nagyon erős hatás az életünkben és a pályánkon. Tehát nagyon sok minden beszűrődött. Tehát az, hogy a Einstein a Neubauten, vagy Nick Cave, vagy David Bowie, az sokkal hamarabb megvolt, mert kimentem Oberwartba, hogyha apám volt oly kegyes és elszállított oda, amikor még gyerek voltam, akkor be tudtam szerezni olyan lemezeket, és olyan zenéket hallhattam. Meghallgattátok az osztrák rádiót az is, FM Fear, akkor még nem volt, akkor Ödrej volt, és volt egy Music Box műsora, ahol a tegnap előtt megjelent Nick Cave-en The Bad Seeds lemezt meg tudtam hallgatni, vagy tudtam már gyerekkoromban, hogy mi az a Manchester, tehát hogy mi az az acid és a pszichedelikus popkultúrának valamiféle egysége. Tök jó volt, amit mondtál a bevezetőben, mert nem találtad hirtelen a szót, hogy akkor most ez mi ez az anima. Tök jó, mert hogy szerintem ez nem feltétlenül egy zenekar, hanem ez egy ilyen műhely, vagy egy körém csoportosuló embereknek egy halmaza, és az, hogy világzene, meg hogy milyen műfajok, ez sose, mindig aktuálisan, amikor nekiültünk egy számot megcsinálni, akkor izgat. Ez a mai napig is így van, hogy egy Bowie feldolgozást csinálunk például az új lemezre, ami Hősök címke alatt fut, és nem véletlenül a Heroes dolgozzuk fel, és az is egy ilyen tök furcsa alappal készül, ami tegnap előtt ilyen alap volt, ma meg ilyen alap, hanem éppen a friss impulzusokat próbálom beépíteni, és mivel ez popkultúra, ezért gyorsan megy. Tehát, hogyha ezt könyvbe próbálnám megcsinálni, csináltam azt is, de hogy ez egy másfajta metodika. Hogyha popkulturális gesztusokkal élsz, akkor abban az a legjobb, hogy nagyon gyorsan, nagyon olcsón, nagyon hamar ki tudsz vele állni, és egy hétfőn megírt számot elő tudsz adni kedden. Az anima történetét gyakorlatilag végigkíséri, vagy szinte azt is mondhatnánk, hogy az a sorvezetője, hogy valamit elértek, valamilyen irányba haladtok, egyszer csak mondjuk így eleged lesz abból, úgy gondolod, hogy már, vagy legalábbis ez külső szemlélőként én így láttam, abból így eleged lett, megálltok, felszámolod, akár radikálisan is azt az irányt, és jön egy másik irány. Nyilván nem ilyen tervezőasztal mellett gondolom ezt, nem úgy találtad ki ezeket, nyilvánvalóan, hogy leültél, és akkor körzővel, vonalzóval ezt kitaláltad, de hogy az animát így végig lehet nézni, az anima történetét, valamerre mentetek, aztán radikális irányvált. És ez hogy működött belül? Hát úgy működik, hogy éppen valamelyik nap hallottam, hogy a Robi Puzsér beszélgetett a Róna Jégonnal, és ő beszél arról, hogy a mandalát lesöpri, és akkor jön az új mandala. Ennyi. Tehát, hogy unom, újat csinálok, nem akarok megfelelni, nem érdekel, hogy mit várnak el tőle, és ez egy idő után, hogy ezt a rossz vagy csúnya szót használjam, hogy kanonizálás, kanonizálódás, ez kanonizálódik. Tehát, hogy mondjuk a Bowie-nál, mondjuk a 70-es évek, az abban a pillanatban valószínűleg a befogadónak elég idegbetegnek tűnt, hogy folyamatosan évente mindig más, az a fő sajátossága lett ennek a fantasztikus előadó művésznek. Maga az esztétikai keret, az állandó változás. Pontosan. Ha. Igen. Hát popkultúrában mindenképpen, persze. Volt olyan is, hogy még egy kicsit ezt birizgáljam, ezt a témát, volt olyan pillanat, amikor az anima az egyik legnépszerűbb, legsikeresebb, nagy színpados magyar zenekar volt, ugye Kispál, Tankcsapda, Anima, Queen Bee, így emlegették ezt a kört, és emlékszem arra a váltásra, amikor nyilván ennek a belső mozgatóit nem látom, vagy nem láttam pontosan egy részét. Értettem egy részét, nem láttam, de ezt majd vagy elmondod, vagy nem. És volt egy pont, amikor gyakorlatilag a valóságosan és virtuálisan is a nagy színpadról ugrott fejest a zenekar a nem tudom mibe. A kezdetbe. Igen. Ez hogy működött? Na, ez a pillanat, hogy itt nem voltak mondjuk olyan típusú averziók vagy dilemmák, hogy most itt tényleg a tutit kell feladni? Soha. Amikor a legsikeresebb korszakunk, ami közönség vagy koncertszám sikerről beszélek. Tehát, hogy a siker az egy olyan relatív fogalom, ami a popkultúrában egy fontos mértékegység, de
hogyha én arra gondolok, hogy én mindig azt szerettem volna, amikor az öcsémmel felnőttünk, hogy a kis dalainkból legyen egy kazetta, én továbbra is ezt gondolom. Minden nap hálás vagyok, amit a zenével, vagy írással, vagy tanítással, vagy nem tudom mivel töltetek. Most zenéről van szó, tehát mondjuk zenecsinálással. Ugyanazzal most a Magyar Nemzeti Galériában van egy technokó kiállítás, és annak lesz kísérője, két lemez. Szegény Zsolt már nem érhettem meg, mert az övé az egyik kiállásokból készített cuccot, a másik meg a miénk. Erre mondta, idézem is szó szerint, hogy megnevezem a forrást, ugye Vasák Benedek közös jó barátunk, hogy ez gyakorlatilag olyan, mintha a Zsoltnak, a Palotai Zsoltnak a, nem tudom, lenne dedikálva. Márhogy mi? Hát ez a kiállítás. A kiállítás, igen. Hát mondom, tök érdekes, és akkor nem kérdezte a Petrányi Zsolt, hogy mi az, ami lenne régi publikálatlan anyagom, és egyáltalán nem az Animára gondoltam, hanem jóval korábbra, a 80-as évekre, 80-as évek végén volt az évzenekarom, Második Látás, meg ilyen körben volt, körből ismert, egy ilyen rituális. Itt most a hallgatók egy része ilyen furán. A Második forgat. Látás egy fenzin volt. Tehát egy Rácz Mihály fantasztikus fenzin. A fenzin, meg ugye egy ilyen gyakorlatilag underground újság. Igen. Volt. Hanem ha valaki ezt nem tudja. Szerintem annak az olvasói ismerhették, ez egy ilyen rituális, industriális, multimédiás dolog volt, amit csináltam. Apám boncolási diáit vetítettem, és közben üsdobokat ütöttem, és szikrázott a színpad. És ez jelenik meg a Magyar Nemzeti Galériánál a Zsolttal párban, és ugyanaz az öröm, ugyanaz a felfedezés mánia hatotta át a dolgot, mint ahogy most csinálom. Tehát, hogy engem igazából az, hogy ott voltak 50 ezeren a koncerten, az engem stimulált, de mivel akkor nem álltam a színpadon, hanem színházi rendező voltam, mindig a hangmérnök státuszában voltam, ezért nem is tudott bennem lejátszódni, még hogyha akartam volna sem az, ami egyébként pár zenésztársamban lejátszódhatott, hogy mozgatom a 10-20-30-40-50 ezer embert, és akkor ez valamiféle ego trippé alakul át. Abban a pillanatban, amikor ez a korszak lezárul 10 év után, hallatlanul unalmas, hallatlanul kiszipolyozó, hallatlanul parás időszakom mármint, volt, ezt sokszor elmondtam, mármint, bocsánat, bármennyire is hülyén hangzik. A lezárult időszak alatt az Animának ezt a úgymond legsikeresebb. Persze. Tehát hát ez a legrosszabb. Hát miért a hatodik szám az, aminek a másodiknak kéne lenni? Miért nem játszottátok ezt a számot? Miért volt rövidebb 2 perccel a szám, mint egyébként? Miért nem volt benne az az énekrész? Miért volt benne rap? Miért volt benne nem tudom mi? Ez a folyamatos sztori, amikor rajongóid vannak, és nem kritikusaid, barátaid, hallgatóid, nem egy közösséget építesz, hanem idiotisztikus kontextust, amiben te vagy egyébként a legviccesebb figura. És akkor egy ilyen pillanatban azt érzed, hogy ezt fel kell számolni. Egyáltalán nem, mert ezt úgy számolódott fel, nem, tényeket nem szeretnék semmiképpen sem megmásolni, úgy számolódott fel, hogy a 10 évig tartó, vagy 8 évig tartó siker szériában az énekesnő ezért, azért, amazért elege lett. Német Júcinak, aki egy fantasztikus frontember volt, lelépett, és már abban a pillanatban, amikor még vele koncerteztünk, én már Londonban jártam, és a Jeremy Tom próbáltam ide csábítani, aki egy fantasztikus rapper volt, előtte Lewis modell, de egy fantasztikus rapper volt, és itt énekelt, és ugyanúgy vittük tovább több éven át vele. Logikus, hogy ezt nem lehetett bírni, hogy Londonból hozol énekest anyagilag, hiszen erre ment el kvázi a gázsink, de ez egy fantasztikus korszak volt, gyökeresen más volt, teljesen más volt, alig játszottunk számokat. Tehát ez egy olyan kísérlet volt, ami néhol emberi, néhol szakmai, néhol egész egyszerűen megunod azt, amit csinálsz, lesöpröd a mandalát, és jössz egy új sztorival. Térjünk majd vissza az Animára, meg a műfajra is, viszont említetted azt, hogy te rendezőként vettél részt. Hát ez egy ilyen vicces volt, persze. Én viszont nem szánom annyira a viccnek, ugyanis a színház világában neked nem kevés kirándulásod volt, amennyiben kirándulásnak lehet nevezni. Hát voltak zenék, most is vannak, igen. És nem csak a színházban, hanem
tehát mint egy hagyományos térben való megfordulás, hanem klasszikus szerzőkhöz is nyúltál folyamatosan vissza a magyar irodalom nagyjaihoz, Szerbantal, Pilinszky, Hanvas Béla, aki ráadásul még csak nem is irodalmár, hanem valahol a határon mozog a filozófia és az irodalom határán. Mennyiben tartod érvényesnek ezeket a klasszicizálódott tereket, mint például egy hagyományos színház, vagy akár egy zsinagóga benső, mennyiben tartottad érdekes kísérletnek és izgalmasnak mind a mai napig ezeket a találkozásokat? És majd innen megyünk tovább, azért kanyarítottam, lecsaptam egy kicsikét arra, hogy azt mondtad, hogy rendező vagy, mert szeretnénk itt betoldásként majd még a színházról is váltani két szót egy kollégánkkal. Tehát akkor megadnám neked a szót színházilag. A felvetésed abszolút inspiráló. Én középiskolás koromban darabokkal kísérleteztem, Pilinszky meg Robert Wilson modorában ilyen nagyon lassú, majdnem mozdulatlan színház elemeit felhasználva, persze akkori olvasmány élményeim alapján felszíneske vizék voltak, meg filmmel akartam foglalkozni, óriás filmmániás voltam és vagyok, de aztán rájöttem arra, amire már az előbb is utaltam, hogy a popkulturális megnyilvánulás abban jó, hogy nagyon gyorsan tudok reagálni. Tehát, hogy én képtelen vagyok személyiségemnél fogva arra, hogy én 6-7 évet várjak egy filmbemutatóra, vagy egy-másfél évig dolgozzak egy színházi bemutatón. Ezért, amikor én irodalmi előadásokat csinálok. Törőcsik Franciskával, Nagy Katicával, Magyar Borival, partnerekkel, vagy többekkel, Szamosi Zsófival, a Női Szenteknél, vagy a Hanvast átviszem Technopartiba, vagy a Pilinszky, vagy régi nagyon jó barátom Térei János, aki egyébként nekem a palotai mellett ikercsillagom, hiszen ugyanannyit... Akkor nem lehet könnyű neked. Nagyon-nagyon sok röhögés, dumálás, megfejtés, vita fűzött bennünket össze. Kárdis Térei Jánosért van egy ilyen darabom is. Ezeket viszonylag gyorsan csinálom meg, hiszen nem egy egész társulatot kell mozgatni, hanem magamat és egy velem szimbiózisban lévő mondjuk színésznőt. Tehát, hogy a színházi tér az egy kicsit reflektál arra is, hogy mit gondolok a popkultúráról, mert a legnagyobb idójaim, az előbb már beszéltünk a Bowie-ról, ő az egész stage szimptomát, egyfajta ilyen színpadi előadás, egy aktorok szerepjátékban képzelte el. Tehát, hogy a Bowie nem Ziggy Stardust, hanem az egy szerep, amit eljátszik, ugyanakkor véresen meg húsosan az, ami ő részben. Tehát, hogy a társművészetekkel való kokettálás az engem mindig is izgatott, de hogy ezre nem görcsöltem rá, hogy akkor nekem színházban vagy filmben kell, csináltunk több filmzenét, vagy dolgoztunk most is dolgozunk színházba, Debrecenbe, Csokonai. Van egy Csokonai darabom is, aminek az elemeit fogták és kiszemplingelték a debreceniek, és betették az új Csokonai előadásukba, és ott vagyunk a Subica, meg a Tinkel, aki a Balázsovics Miska a Slow Village-ből, és kivették, felvették, és azt vetítik be, és kaszabolják össze vele az előadásukat. Tehát igazából bennünket szemplingeztek egy Csokonai Dorottya darabba. Bármennyire meglepő, de a művészetből nem lehet kivonni a közönséget. Néha ki lehet, ez egy furcsa viszonyban van az alkotó a közönségével, mert egyszerre próbál nem tudomást venni róla, másfelől viszont felvágja az erejét, ha nincsen. Így van. És érzel-e különbséget, hát nyilván érzel különbséget, mert van különbség, de mégis milyen az, amikor több ezer ember előtt zenélsz, és mondjuk bemész egy színházterembe. Van-e bármiféle hozzáállásbéli különbség részedről, és érzed-e azt, hogy más közönséghez szólsz egy színházi előadás alkalmával, mint mondjuk a Szigeten? Hát az Anima közönsége amúgy is nagyon heterogén, tehát én találkozom ott nagypapával, a fiával és az unokájukkal, most már a legutóbbi pár évben ez simán előfordul.
Nagyon fiatalok is jönnek, akik most ismerkednek meg az Animával, ez nagyon vicces, és vannak olyanok, akik meg visszatérnek mondjuk 20-25 év után, ami szintén nagyon humoros és ironikus. Vannak olyan nagy jamborik, ahol ez megvalósul, mondjuk egy művészetek völgyében. A szigeten persze más a populáció, hiszen ott többségében külföldiek vannak, vagy VIP egyes haverok. Most? Hát most idén persze, vagy tavaly előtt, nem 25-30 évvel ezelőtt beszélek. Hát mi, annyira vicces az is, hogy szerintem 10-12-szer játszottunk a szigeten, ebből mondjuk 10-szer a nagy színpadon, és legalább 6-8 csapattal, 6-8 frontemberrel. És ez azt bizonyítja, hogy van értelme annak, hogy nem egész életedben egy szélgéppel fújatod a hajadat, és mindig ugyanazokat a számokat adod elő. Itt van velünk már a vonalban Kovács Bálint, újságíró, kulturális újságíró, Robi kollégája a HVG-ben, nekem volt kollégám, szerbusz. Sziasztok. Hello. Hallottad-e az előbbieket? Egy részét, igen, az utóbbi 5-10 percet. Ott volt szó színházról. Te mennyire érzed nyitottnak és kísérletezőnek napjaink színházát? Azért vettem egy mély levegőt, mert el akartam vágni semennyire, de ez biztosan nem lett volna igazságos, és biztos nem kéne ilyen elhamarkodottan válaszolnom. De hogyha nagyon kimódoltan akarom megfogalmazni ugyanezt, akkor az tény, hogy a darabválasztás, a konformizmustól való eltérés, a nagy újdonságok behozása, az nem abba az irányba mutat, hogy minden egyes évben őrületes várakozással néznénk szembe azzal, hogy biztosan ebben az évben is valami egészen újszerűt fognak nekünk mutatni, ami nem jelenti azt, hogy természetesen, hogy sehol soha semmi, és mindig csak harmadik Richardok vannak, de én úgy érzem, sokat járva színházba, hogy ennél sokkal változatosabb és sokkal kísérletezőbb is lehetne a színház. Zsolt, erről mit gondolsz? Hát vannak fantasztikus előadások, de hát ezek ilyen szegmentált események. Tehát hogyha mondjuk most hirtelen, miközben a Bálint beszélt, arra gondoltam, hogy vajon elő kéne kaparnom olyat, ami igazán odavágós volt és népszerű, akkor én még mindig mondjuk a vajdai Willy-féle utas és holdvilágot rágom, ami azért jó pár éves. Hát igen. Tartsunk itt most egy rövid szünetet, és innen folytatjuk. És újra itt vagyunk a Nagyképpel stúdióban, Németh Róbert és Hont András, vendégünk Priger Zsolt, a vonalban pedig Kovács Bálint, szervusztok. Sziasztok. A színháznál tartottunk és a kísérletezésnél, és elég nagy összhangban voltatok tulajdonképpen a jelenlegi színház megítélését illetően. Robi? Én, amikor Bálint azt mondta, hogy itt konformizmus és egyebek miatt nem játssza be azt a lehetséges játékteret a mai kőszínház, ha jól értem, akár a úgynevezett művészszínházakról is beszéltél, ugye? Vagy azokra igen, is érted? Mi lehet ennek az oka? Valami fajta biztonsági foci, megszokás, elvárások? Ezt nézzük már meg egy kicsit, vagy boncolgassuk keveset. Szerintem sokféle oka van, és az egyik, ami a legkiábrándítóbb, az nyilván a pénz. Tehát van egy olyan nagyon szomorú, antiutopisztikus valósága a magyar színháznak, hogy azért mégiscsak meg kell felelni a közönségnek is. Noha ugye közpénzből működnek a színházak, noha alkotmányos feladatuk működni, stb., de mégsem merik megtenni, vagy mégsem tehetik meg azt, hogy azt mondják, hogy figyelj, mi kipróbálunk valami teljesen őrült dolgot, aztán ha nem jön a közönség, akkor nem jön. Arra talán nincs apparátus, de az is lehet, hogy csak bátorság nincs, hogy azt mondják, hogy jó, hogyha üres az első három előadás, akkor valami radikálisan új módon fogunk közönséget szerezni, valahogyan igenis eljutunk azokhoz, akik ezt értékelnék, mert egyébként én azt gondolom, hogy alapvetően mindenre lenne kereslet, tehát hogyha nem is feltétlenül az, aki ugyanabban a színházban jár 25 éve bérlettel, lehet, hogy az a vadonatúj kísérletező akármi csodát, azt lehet, hogy tényleg nem értékelni annyira, de valaki értékelni. Ez az egyik. A másik, ami szintén nem igazán utopisztikus, de attól még tény, hogy a színházigazgatóknak túl azon, hogy minél izgalmasabb dolgokat mutassanak be, a társulatukkal is kell törődniük, ezt olyan értelemben mondom, hogyha van egy nagy
mit tudom én, színésznő, aki már régen nem kapott olyan igazán nagy lehetőséget, akkor előbb-utóbb azt fogja mondani az igazgató, hogy jó, hát akkor vegyük elő a Kurázsi Mamát, hogy ez a színésznő végre játszhasson egy nagy szerepet. Ha van egy viszonylag fiatal, fantasztikusan kiugró férfi színész, akkor azt fogja mondani, hogy na jó, hát ez megérdemli, hogy kapjon egy Otellót, és így tovább, ami megint csak nem a kísérletezés felé megy. A harmadrészt pedig a drámairodalmat akartam mondani, de az talán mégsem igaz, mert a drámairodalom Magyarországon az gyakorlatilag megrendelésre működik, tehát az tény, hogy nem nyújtogatnak be a színházaknak vadonatújító dolgokat folyamatosan, de hát nem is kellene feltétlenül, hogy benyújtsanak, hanem inkább a színházaknak kellene azt mondaniuk, hogy én most valami olyat is akarok bemutatni, ami, és akkor vagy pályázatot kiírni rá, vagy megkeresni valakit, tehát azért ismerik a aktív színházi írókat, vagy olyan rendezőket, akik akár nem írókkal dolgoznak, hanem mit tudom én, improvizációk alapján, vagy máshogy. És hát igen, a konformizmus azért szerintem igenis ott van, olyan értelemben, hogyha arról akarok beszélni, hogy a hatalom az torzítja az embert, és nyilván úgy gondolom, hogy ami Magyarországon 13 éve megy, az nem biztos, hogy egy tökéletesen jó demokratikus működés, akkor erre a színházigazgatók, színházi társulatvezetők 98%-a nem azt mondja, hogy na, akkor erről kezdjünk el ötletelni, hanem azt mondja, hogy hát micsoda szerencse, hogy a harmadik riát pont erről szól, akkor mutassuk be. Politizáljunk egy kicsikét, mert nagyon sok mindent mondtál, amire szeretnék rácsatlakozni, és lennének hozzád, és holthoz egyaránt kérdéseim ezzel kapcsolatban. De ha ezt már itt szóba hoztad, akkor némileg provokatív leszek. Tulajdonképpen kevés jobb színházi alapanyag van, mint a Nemzeti Együttműködés rendszere. Jó dolog egy alkotónak ezzel dolgozni, amint anyagot nézni, most valószínűleg jobb, mint benne élni. Én mégis, amikor ez szóba kerül, és most már tehetséges alkotóktól is, valami mérhetetlen olcsóságot érzek. Tehát rosszul vagyok minden, aminek politikai áthallása van, ami bármiféle aktuális dologra rezonálna, az valahogy elmegy a gagyiba. Te ezt tapasztalod-e, Zsolta, vagy sem? Van egy olyan alkotó, aki folyamatosan reagál szerintem napi politikára is, és az előbb, miközben lehet, hogy igazságtalanabb voltam a Kelleténél, hogy még mindig a tápszínházas szerb darab, ami sorvezető az lehet. Utas és Holdvilág. Utas és Holdvilág. És akkor eszembe jutott, hogy volt egy ilyen zenés irodalmi előadásom Sepsi Szentgyörgyön, és akkor este előző nap elmentem színházba, és a Hegymegi Máté, aki egy korunk egyik zseniális rendezője, csinált Pintér Béla fantáziát, előadást, és az például ütött, és nagyon erős volt, és nem hittem el, hogy itt vagyok a Kárpát-medencébe. Hát mondjuk nem is voltam Magyarországon, és azért az erdélyi és a román, magyar-román színházi kultúra és színházi avantgárd azért az elég erős is volt mindig. Tehát amikor mondjuk magyar színházi bezárkózásról beszélünk, akkor azért nem olyan nagy baj, hogyha ide a magyar kultúrát, ha már a nemzeti együttműködést említetted, Bálint? Nézzük. Egyébként igen, ez egy érdekes gondolat, mert én például Kolozsváron egy helyi romániai román színtársulattól, bár magyar színész is volt az előadásban, láttam egy nagyon-nagyon jó és nagyon aktuális előadás, nem olyan régen, ami arról szólt, hogy egy színi akadémián hogyan bánnak a diákokkal a megalázástól kezdve a szexuális zaklatáson át a különböző hasonló esetekig. Tehát lehetséges, igen, hogy ott arra fel egy kicsit tényleg valahogy szabadabb a levegő, és ezzel kapcsolatban... András nekem egyszer azt mondta, még színházigazgató volt, még a Radnóti igazgatója volt, amikor szóba került, akkor tömören annyit mondott, románok mindig kurva jók voltak. Igen, de nem csak a románok, hanem a médiahatóságot. Hát meg a Mohácsi testvérek is ott dolgoznak, meg Marosvásárhely, Sepsi, Kolozsvár, ezek nagyon erős kulturális székhelyek, és nem feltétlenül a tradicionális színházé, hanem az előremutató modernitás felé. És az internetnikai közeg az mindig jót tett a kultúrának, meg hát mondjuk az életnek magának is jót tesz, mert alkalmaz
alkalmazkodni kell az embert, azt mindig igen. edzettebbé teszi. Bálint? Igen, és amit mondtál, hogy lemegy kabaréba, vagy ilyen alacsony. Olcsó kabaréba megy le, tehát olcsóba, tudod. Igen. Én azt gondolom, hogy egyébként ebben talán valami elitizmus is van olyan értelemben, hogy én azt tapasztalom, hogy Magyarországon azt mondják, hogy aki a politikához hozzányúl, nem kéne hozzányúlni, maradjunk mi a magas értelmiség szintjén, mi nem menjünk le ebbe a gusztustalan politikai játékba, és ezért van az, hogy az igazán jó szerzők, az igazán jó alkotók, azok nem kezdenek el ezzel foglalkozni, aki meg elkezd, az meg tényleg akkor annyit csinál, hogy akkor mit tudom én, vakkomondor, vagy most nem tudom mi éppen a legújabb ilyen bevett toposz, amit elő lehet venni, vagy mit tudom én, Andy Vajna fejével focisztak már színpadon, meg ilyesmik. Miközben tényleg arra kell lenne szükség, hogy ahogy a Shakespeare 400 éve megírta a hatalom működését, ami egyébként csak szeretném jelezni, kedves színházigazgatók, hogy a harmadik Richárd nagyon-nagyon-nagyon sok módon egyáltalán nem ül a mai korunkra, de hogy valamilyen nagyon tehetséges drámaíró ugyanígy végigvegye, hogy akkor hogy is néz ki a politikai hatalom megszerzése, megtartása 2023 környékén. De ez nem történik meg, mert jaj, hát annyi fontosabb, annyi szebb, annyi magasztosabb téma van ennél, hát most mit mocskoljuk be magunkat ezzel a gusztustalan politikával, az úgyis csak a mának szól. Lehet, hogy Shakespeare-nek is ezt mondták, hogy ne nyúlj már bele, mert most ezt itt 1613-ban majd el is fogják felejteni, de hát nem így lett, de és azt gondolom, hogy most se így lenne. Meg egyébként, bocsánat, az is probléma, én legalábbis azt érzem, hogy sokszor, ha hozzá is nyúlok, akkor ilyen megúszós a megfejtés ennek. Ezt nem tudom, Zsolt akartál valamit. Hát csak annyit, hogy nagyon egyetértek a Bálinttal, mert hogy ezek toposzok, archetípusok. A mostani perc, amiben élünk, ez annyira vicces lesz egy óra múlva, pláne egy hónap, és egy év, és 10 év, és 100 év múlva. Csináltam most egy Budapest Zengeráj darabot, az Nagy Endre, Nagy Lajos, Rejtő, Heltai. Tehát kabaré. Úgy ülnek, és kabaré. És arra akartam csak reflektálni, amit Szandris mondott, hogy de az jó kabaré. És a jó kabaré az úgy ül most is, hogy hihetetlen. Az örkény egypercesek azok annyira ülnek most is. Csak hogy ezek a művek ugye a maguk árnyaltságában és bonyolultságában tudják mégis nagyon érthetően és nagyon szellemesen ábrázolni a kort és ezeket a dilemmákat. Igen, de a túlélésről, a politika bornétságáról, a Nagy Lajos, amikor arról beszél, hogy a nemzeti keresztény kurzusnak mit köszönhetünk mi, drága magyarjaim, akkor az teljesen ugyanaz, mint hogyha 100 év múltán mi beszélgetnénk erről. Tehát ha Nagy Lajos ezt megírta jól, vagy a Nagy Endre, hogy a névrokonáról beszéljek, a kabaréban megírta jól, akkor ezeket használni kellene, vagy hát én használom is, meg olvasom is, és röhögök is rajta. Jó, de pont azt jelenti, hogy az aktualitásokhoz való hozzányúlás nem azt jelenti, hogy egyből valamiféle közönségigény, vagy egyből valamiféle... Erre célozta megúszás nagyon, alatt. Ezt nem tudom, hogy megúszás sem, mert tényleg nem tudom, Robi. Mármint erről jelenségre akartam ezt a szót használni. Magyar lehet, színház születése is aktuális témákkal, és nem örökérvényű nagy klasszikus drámákkal született, és adi politikai publicisztikákat ír, vagy hogy egy sokkal profánabb példát hozzak, és egyébként a mai napig hallgatható, pedig aktualitásokról volt szó, Hofi Géza, aki egyszerre volt a rendszernek apologétája, és mégis görbetükre, és egyébként annyiban időt áll, hogy már lehet, hogy nem tudjuk, hogy kikről van szó, akit mond, de ülnek. Ehhez képest, na, Vajdai Vilit említettél, ha már itt neki volt a magyar egészségügyről egy darabja a Katonában. Azon kevés üdítő kivételek egyike, ami úgy nyúlt aktualitáshoz, hogy teljesen élvezhető volt. És ahogy megyünk előre egy beállt viszonyokkal bíró rendszerben, Én úgy érzem egyre ellaposodni az aktualitásokhoz való hozzáállást. De ez minden egyes művészeti ágban megfigyelhető. Nem akarok senkit se piedesztára emelni, és senkit sem akarok lehúzni a sárba, de hogy mondjuk egy Betonhofi szövegében azért nagyon mélyen bent van a magyar valóság, és hogyha már egy kicsit ilyen, kicsit cirkuszi, vagy túlhajtott, vagy közhelyes szövegek, meg vagyok győződve a noir jó indulatok. Táról. De
közhely, amiről beszél. Tehát, hogy a Beethoven-hofi vagy Noir, tehát ez ugyanúgy, mint a színházban, és ezt lehetne ragozni... Ez körülbelül a Puzsér vagy Fam. Újságírásban, és nagyon sok minden másban. Bálint egyébként, mert hogy akkor ne csak azt mondjuk, hogy mi nem jó, nézzük meg a pozitív példákat. Milyen olyan alkotásokat láttál mondjuk az elmúlt egy-két-három évben, ami mondjuk éppen pozitív példa amellett, hogy ezekhez a kérdésekhez lehet jól hozzányúlni? Például, hát én meg fogom magyarázni, amit mondok, mert lehet, hogy felhördülnétek először, de én Pintér Bélát még most is behoznám példaként. Annak ellenére, hogy az utolsó olyan Pintér Béla előadás, amiről azt gondoltam, hogy zseniális és tökéletes és fantasztikus, az több mint 10 éves ez a Titkaink volt, vagy talán még a 42. hét is, de a Titkaink az politikusabb témákról szólt. Az anyaszeme fény az mikori? 6-7 éves lehet nagyjából. Szerintem az is nagyon jó. Na igen, tehát azt akarom mondani, hogy még hogyha nem is gondolom most már minden Pintér előadással, hogy tényleg fantasztikus, akkor is az van, hogy a Pintér az igenis hozzá tud nyúlni a politikához, igenis úgy gondolja, hogy ez nem fog elavulni. A másik, amit egyébként itt még be is dobhatnék, hogy és akkor mi van, ha elavul? Tehát, hogy természetesen nyilván minden drámaírónak az a legnagyobb vágya, hogy 200 év múlva is őt játsszák meg 1000 év múlva is, de hát attól még, és ha nem, tehát hogyha most bemutatok a, nem tudom, 1200 fős Vígszínházban egy olyan előadást, aminek a 30 előadását megnézi, mit tudom én, akkor 30 ezer ember, és mind a 30 ezer imádja, majd aztán 3 évben már nem fogunk emlékezni, hogy akkor ki is volt ez, akiről szólt, hát és akkor mi van? 30 ezer embernek azért szerintem épp elég jó dolog örömet okozni, tehát, hogy még ez se kéne. Na igen, tehát, hogy Pintér azt csinálja, hogy a közéletben jelenlévő, hogy mondjam, folyamatokat úgy tudja ábrázolni, hogy egyrészt rá lehet ismerni, tehát be lehet azonosítani, de nem muszáj, és úgy is meg tud állni. Tehát, hogy mivel folyamatokról van szó, hogyha kiveszed belőle a nevet, akkor is azt tudod mondani, hogy hát igen, igen, nagyjából így működnek ezek a dolgok. Ha már közélet és színház kapcsolata, és mégiscsak egy rádió műsor volnánk, akkor mindenképpen szóba kell hozni, hogy azért a Magyar Színház, ha nem is szándékolta, mindenképpen tud társadalomkritikus szatírát előállítani. Mesélj egy kicsikét nekünk arról, Bálint, hogy mi is történt a Katonában és a Demokratikus Koalícióval. Igen, az történt, hogy kiküldött a Demokratikus Koalíció egy első ránézésre egyébként talán nem olyan meglepőnek tűnő levelet, kedves párttagjaink, köszönjük nektek a nem tudom, hűségeteket, és ezt meg akarjuk hálálni egy 30%-os kuponnal. Ami mondom, hát igen, megesik. Ez a 30%-os kupon, ez a Katona József Színháznak a jegyeladásaira szólt. Amit ugye hát menetrendszerűen egy idő után megkapott a kormánymédia, és láthatóan onnantól politikai agendává vált, hogy ezt mindenképpen botránnyá kell duzzasztani ezt az ügyet, és hát meg is történt. Hát azért még hogyha nem is világméretű, de azért van ebben egy botrányfaktor. Nem, persze nem, csak azt mondom, tehát ha valaki visszakeresi ezeket a híreket, akkor látszik, hogy ott nem szakmai alapon született egy nap 8 hír, hanem mert ki volt adva, hogy 8 hírnek kell születni erről egy nap, de hát mindegy, ez nyilvánvalóan tudjuk, hogy így működik a propaganda média. És akkor végül is az történt, hogy a Katona lefolytatott egy belső vizsgálatot, hát úgy fogalmaztak, hogy távozott a felelős kollega, jelentsen ez a távozás bármit, illetve 2 ember ellen fegyelmi indult, amit talán megrovással végződött, vagy legalábbis minden esetre fegyelmi történt. A tények szintjén azt hiszem, hogy lényegében ez volt a történet. Nem teljesen így van, mert lehet 30%-os kupont adni valakinek úgy, hogy mondjuk a párt állja a különbözetet, de itt arról volt szó, hogy a Katona kínálta fel ezt a DK-nak, és még csak azzal sem lenne baj, hogyha ezt minden pártnak megtette volna. Szerintem egyébként azzal is baj lenne. Igen, azzal is lenne baj, de hát így aztán meg végképp, hogy ez azért kinek a lázas agyában született meg, hogy van egy politikai párt, és akkor nekik 30%-os kedvezményt adunk. Igen, és az a furcsa, hát nevezzük furcsának, hogy a színház kommunikációjában elhangzott az a önmagában igaz tény, hogy természetesen nagyon sok különböző szervezet, cég, stb. Is kap 30%-os kedvezményt, nem csak a Katonában, hanem minden, azt nyilván mindenki tudja, akinek van egy, mit tudom én, a cégénél hűségkártyája, vagy ilyesmi, ez igaz, de hogy azzal nem számolt a kommunikációjában, vagy úgy tett, mintha nem értené a különbséget a Katona,
hogy azért nem ugyanaz a Vakok Intézete, nem ugyanaz az OTP Bank, mint egy politikai párt. Enyhén szólva sem ugyanaz. Tehát amit a Vakok Intézetének lehet adni 30% kedvezményt, azt egy politikai pártnak nem kéne adni, még a két vakok útjának se, vagy a Fidesznek se a másik oldalról, illetve a DK-nak sem, ami ráadásul ugye része annak, hogy ki a Katona József színes fenntartója, ugye a fővárosi önkormányzat több DK-s taggal rendelkezik, ami ugye még külön ad egy kis pikantériát ennek az egésznek. Köszönjük szépen, Bálint! Jó, hogy itt voltál, mi meg folytatjuk tovább Zsoltal a Csevelyt. Köszönöm én is, sziasztok! Hello! Na, egyiket ez tényleg muris. Na, mindegy, de egyébként hozzáteszem, tehát ezt mondom, szerintem ebben azért van egy nagy adag sznobbizmus, tehát itt arról, hogy ki ismer kicsodát, és tényleg valószínűleg nem esik le ott senkinek a tantusz az, hogy akit ő a pártból ismert, az mégiscsak egy politikai pártnak a munkatársa. Jó, hát és ez egy kicsikét befüllett pesti viszonyok. Mióta vagy közelebbi kapcsolatban Budapesttel, Zsolt? Hát mindig is közeli kapcsolatban annyira voltam. Annyira tudtam, hogy ez lesz de magas labda. Hát leszámítva, hogy mondjuk felvonatoztam, és megnéztem egymás után 3 filmet, aztán visszamentem az estivel, és hogy felköltöztünk, mert azt gondoltuk, hogy majd a reggeli műsorokban mindig vitázni kell a Libman Katalinnal, Vitrai Tamás vezetésével, hogy miért dolgoztuk fel a himnuszt, mondjuk ilyen sorskérdésekről. Ami persze hát nincs így, mert ma már klippeket, zenéket sem nagyon lehet reggeli, meg egyéb műsorokban bemutatni. De hogy valamilyen szándékkal jöttünk, hogy a világ közepében legyünk. Ehhez képest most 20x év után a teljes zenekarom, legalábbis az instrumentalisták, azok szombathelyiek. Egy lakótelepen nőttem fel most az éppen aktuális producertársammal, a Kovács Tibivel. Én meg Martonvásáron élek, Brunswick hagyományok ölelésében, és folyamatosan járok Budapestre, mert Budapestet én továbbra is nagyon szeretem. Egyébként, ha már befüllett Pesti, nem tudom, mi belterj, meg a te Szombathely, Budapest, Martonvásár életutad. Milyen volt a 90-es évek elején Szombathelyről elstartolni? Zárójel, ugye a 90-es évek emblematikus magyar zenekarai közül valójában egyik sem budapesti. Tehát valamilyen mögött azért mégiscsak van. Vagy egészen biztos. Valami lehetett abban, hogy vidéki ilyen mikroklímákból tudtak elindulni igazán eredeti magyar zenekarok a 90-es években? Hát arra tettem egy csöpp utalást, hogy azért a nyugat-magyar helyzet, és ott, mint egy ilyen őrtorony, azért az egyszerűbb helyzetbe hozta azt, aki ott alkotni akart, már hogyha nem szálgitárral akart Bob Dylan-i hagyományokat követni, ami szintén tiszteletre méltó, óriási Dylan-rajongó vagyok, hanem mondjuk meg akart mártózni a korszellemben, akkor azért sokkal jobb, hogyha frissen hallotta, hogy mi van. Szombathely, mint katapultálás, a legjobb hely volt. Hát én nagyon szeretem most is a várost, a város is szeret bennünket. Kaptatok óriás díjat? Megkaptuk a legnagyobb kulturális díjat, a Vörös Sándor díjat, 10 000 ember előtt játszottunk a főtéren, 3 irodalmi előadásom volt tavaly, és jön az újabb, Derkovics lesz az új lemezünk címe, tehát egy intenzív kapcsolatunk van, ugyanakkor a mostani Szombathely, ez egy zsákfalu, ahhoz képest, hogy én hol nőttem fel a mocskos, büdös kádárizmusban, hiszen Bartók Fesztivál, párizsi magyar műhely Ladik Katalinnal, a Bartók Fesztivál, John Cage-el és Wilhelm Andrással és Ötvös Péter bemutatókkal. John Cage, aki költeményt írt a szombathelyi Szavária szimfonikusokhoz, meg annyi kiállítás, a képtár születése. Az egyetemeken, főiskolákon ne felejtsük el, hogy akkor VHK és kísérleti koncertek voltak. És a Grencsó István, akikvel később zenekart is csináltunk, Dub City Fanatics néven, a Masinát csinálták, ami nekem 8. koromtól fogva a jazz alfája és omegája volt, és akkor onnan nem véletlen, hogy Miles Davis és a többiek is megvoltak. Ez volt a kezdet. Na, akkor a kezdet most a vég.
mármint ideiglenesen, mert szünetet tartunk, és aztán folytatjuk a nagyképet. Priger Zsolttal beszélgetünk kultúráról, zenéről, színházról. És ez itt továbbra is a nagykép. Németh Róberttel itt vagyunk a stúdióban, itt van velünk Priger Zsolt, és itt van a vonalban Németh Vladimir mozgalmi nevén Vova, és éppen ott tartottunk, hogy milyen is volt a város, amikor Priger Zsolt először került vele intenzívebb napi kapcsolatban, nem csupán látogatóként kulturális élményeket. A város alatt gyűjtve. Nem Szombathelyt, hanem Budapestet így, értjük ez így, esetben. Így pontosan. És a 90-es éveknek a legendás helye, ikonikus, ahogy mostanság mondani szokták, bár valami miatt lehet, hogy azért, mert ezt szokták mondani, én viszketek ettől a kifejezéstől. Volt a Tilos az Á, amelynek tulajdonosa, szervezője, mindenese volt Németh Vladimir, és miközben itt a szünetben beszélgetünk egymással Robival, pont azt próbáltuk mondszogatni, hogy milyen olyan nyitó kérdést lehet neked feltenni, ami egyfelől nem közhelyes, rájöttünk, hogy nem lehet ilyet, de hogy mégis hogy lehetne leginkább megragadni azt, amivel Zsoltról beszélgettünk az Enemy Sound System indulásának időszakáról, és a Robi erre azt mondta, hogy hát a legegyszerűbb az, hogy mi volt akkor a levegőben, és hogy az, ami a levegőben volt, teszem hozzá én, az elpárolgott-e azóta. No, szép komplex kérdéssel nyitottam. Szervusz, Hova. Hello, sziasztok! Hát mi volt akkor a levegőben? Egyrészt ugye a Tilos az Á az egy 6 éves folyamat. 6 év alatt nyilván nagyon sok minden változott, de az tagadhatatlan, hogy ez a rendszerváltás időszakára tehető a mi indulásunk. Ugye 89. december 31-én nyitottunk, és akkor még a szocializmus utolsó leheletét érezgettük néhány nappal azután, hogy kivégezték Ceausescut. Tehát egy valóban történelmi időszak volt, és annyiban fontos volt talán, hogy akkor mindannyian keresgéltük még magunkat, nem voltak követhető, követendő minták igazán, hogy mik azok, amiket itthon kulturálisan mi adaptálni tudunk. Voltak elképzeléseink, sokat utaztunk, nyugatra is évente egyszer azért eljutottunk, tehát azért voltak mintáink. De hogy ebből mi valósítható meg itthon, nem volt kulturális szervezői múltunk, tehát ez egy ilyen bölcsészek voltunk, meg egyebek, meg könyvkötők, meg a Palotai Zsolt például a TF-et abba az időben, meg a gyógypedagógiai főiskolát járta előtte, és nem találta abban a helyét. Tehát ilyen formán egy biztos, hogy egy ilyen forradalmi és nagyon érdekes időszakot éltünk, és hogy elpárolgott-e, szerintem mi nem párolgott-e, minden elpárolgott az elmúlt 30 évben, de szerintem a 6 évben is. Hogyha egy picit a folyamatát akarom egyébként nézni, akkor azt mondom, hogyha társadalmilag, kulturálisan nézem a dolgot, akkor tényleg volt így a politikának is egy pár éves útkereső korszaka, amikor még mondjuk kíváncsi volt például a civil világba, éppen belepottyanó is, és azt valahogy alakítani, formálni próbáló közösség véleményére, amit egyre inkább aztán negligált, meg nem volt rá kíváncsi, és akkor elkezdődtek a marakodások, a harcok, az ilyen-olyan privatizációk, és a többi, és akkor elkezdett kisikladni az egész, ez szerintem olyan 93-94-ig tarthatott, utána meg azért már beállt ez a szar kapitalizmus. Vagyis azt mondanám, hogy a kapitalizmusnak a szar vonala, ami aztán rátelepült az életünk nagyon sok területére, nem csak a kultúrára, hanem egyebekre is. Úgyhogy nagyjából én ezt a 6 évet így tudnám leírni, ami a Tilos az Á időszakát jelentette. Megfuttatok egy gondolatkísérletet mind a kettőtökhöz szól, sőt, mind a hármatokhoz, mint tevékeny részesei annak a kornak, és aztán tevékeny részesei a későbbieknek. Én erre, amit most mondani fogok, később eszméltem rá. A 90-es évek eleje és közepe, ezt neked mondom, Vova, számomra az a Mikszáth Kálmán téren telt. Nem csupán a Tilos számomra az, ami éjjel volt nyitva, hanem a veletek nem túl jó viszonyban, vagy nem mindig jó viszonyban lévő könyveskávézóban, meg a Nothing But The Blues, így van, nevű helyen. Szóval ott abban a millió, meg hát a fővárosi Szabó Ervin könyvtárban, szóval itt nagyjából abban a millióben, viszont akkor mentem egyetemre, kezdtem el különböző karrieremet, és így tovább, tehát valahogy nem figyeltem arra,
ami körülvett korábban, és valamikor a 90-es évek közepén, de nem is valamikor, mert ezt még dátumhoz is tudom kötni, a 94-es MSZP-SZDSZ koalícióhoz, volt egy törés, vagy utána volt egy törés. És rengetegen mentek el például akkor külföldre, kifejezetten a kulturális élet szereplői közül, meg ebből a volt underground közegből. Később visszajöttek, vagy közülük sok visszajött, de akkor vagy elpárolgott. Volt egy ilyen, utólag látom így, hogy volt egy eltanácstalanulás. És ezt én valahogy úgy mozaikoztam össze, hogy azok a helyek, mint például a Tilos az Á, azok nyugaton radikálisan baloldali millióból, szubkultúrából érkeztek. Foglalt házak és ilyen alternatív kocsmák egyaránt. Magyarországon viszont ugye említetted, Vova, hogy még az államszocializmus leheletét, a Tilos az Á megnyitásakor éreztétek magatokon. Ezek mind ellenzékiek voltak a pártállammal szemben. És valahogy ezt a kettősséget, amelyet ez az MSZP-SZDSZ koalíció vicces módon kifejezett, nem tudta senki helyre rakni. Például azt, hogy ugye ezek a radikális baloldali szubkultúrák nyugaton soha nem tudnak kormányra kerülni. De az a társaság, amelyikből a pesti underground is származott, az hirtelenében kormányra került 94-ben. Emlékezzünk rá, hogy miről beszélek, az URH-nak az emlékkoncertje még a 90-es évek elején Demszky Gábor Müller Péter Sziámival fellépett, ami azért mégiscsak egy meglehetősen bizarr dolog. Szóval, hogy minthogyha ezt valahogy nem tudta volna feldolgozni ez a közeg. Ez csak én, azért mondtam, hogy megfuttatok egy gondolatkísérletet, mert lehet, hogy ez csak én érzékelem így, vagy az én megfejtésem, de ti ehhez mit szóltok? Hát én borzalmasan csalódott voltam akkor, erre tisztán emlékszem, az én második ilyen politikai rácsodálkozásom és asztal csapásom, ez akkor volt, tehát hogy én egy, ma már nagyon vicces erre visszagondolni, de hogy én egy 100%-os szabad demokrata szavazó voltam a rendszerváltáskor, és ennél a pillanatnál, ennél az archimédészi pontnál azért előjött belőlem, hogy én nem ilyen lovat akartam, és aztán ennek millió-millió következménye lett, hogyha két mondatban össze lehet foglalni az azóta eltelt időt. Az SZDSZ koalíció kötése az jobbra lökte a Fideszt, a többit pedig The rest látjuk. Is history. A többit látjuk, de igazából természetesen nem lehet az olyan 70-es, 80-as évek hősöknek, mint a TGM, meg a Demszky, meg a nem tudom kinek a nyakába varni mindez, de hát azért vastagon bent volt ez a felelősség. A politika ennél sokkal bonyolultabb természetesen, meg azt sem hiszem, hogy az a fajta sztori az olyan élénken élne velünk, viszont a Tilos az Á az meg mind a napig itt van. Az életem első budapesti koncertjét ott adtam. Emlékszem, ahogy a kazettás magnóról küldöm be a samplingeket, nem samplerről, meg szintiről, hanem visszatekertem, belehallgattam, és elindítottam kint a keverőpultról. Az Uzgin Üver előzenekara voltunk. Micsoda nevek bukkanak fel itt a mélyből. Te ehhez mit szólsz, Vova? Éreztette ezt akkor? Én ezzel nem értek egyet egyébként. Szerintem egy kicsit olyan túldimenzionált, hogy mondjam, sarkítás mindkettőtök részéről. Egyrészt én szerintem, hogyha az elmúlt 10 évet nézzük meg, vagy 15-öt, vagy 20-at, lényegesen többen mentek el ebből az országból, mint amilyen itt akkor tehát voltak. Másrészt engem azért nem vágott szíven szerinte az, hogy most a szocik összebutoroztak a Szadesszel, az engem olyan nagyon különösebben, azt hiszem az akkori mindennapokban, meg aztán végképp nem foglalkoztatott. Valóban egy ilyen filozófiai elvi felvetés volt azon buborékban élő emberek számára, akik azt mondták, hogy lehet, akik számára filozófia volt az fontos, hogy lehet a szocikat kiengedni, az állampárt, utódpártját abból a karanténból ennyi, ilyen rövid idő után, miután milyen pusztításokat végeztek. Ez nem foglalkoztatta szerintem se a közembert, se a kultúrában az én aktivitásommal jelenlévő valakit. Szerintem sokkal inkább annak volt betudható ez a váltás,
hogy addigra kezdett el úgy stabilizálódni ez az új politikai terep, hogy tényleg elkezdett rárakódni az a mocsok, ami a boldogulását egyébként párthovatartozástól függetlenül, tehát a Fidesz is elkezdte kiépíteni a maga új polgári irányát. A szocik ugye valójában tényleg 89-től kezdve bűnösek voltak a privatizációban, a magánosításban. A Szadesz is biztos, hogy valamilyen szinten megkötötte azokat a kompromisszumait valóban azzal, hogy bement a hatalomba, a hatalomért, a szocikkal, amik aztán elkezdték a politika igazi, valódi természetrajzát nyújtani, ami aztán azóta 30 éve itten szépen rakódik, finomodik, manipulálódik ide-oda. Én így éltem meg így élem meg, hogy ez volt, tehát ez egy ilyen stabilizálódás volt a politika részéről. Te azóta megmerítkeztél mélyebben is a politikában. 9 évig voltál a közszolgálati kuratórium tagja LMP delegáltként. Nem akarlak arról megkérdezni, hogy mennyi haszna volt ennek, mert több helyen nyilatkoztad már, hogy nem sok. A HVG-nek is, Szabad Európának is. Mennyire érezted magadat kakuknak ebben a közegben? Mennyire volt érdekes számodra ez a találkozás a hivatásos politikával? Hát ugye egyrészt hivatásos politika formálisan nyilván igen, az hisz az országgyűlés választott meg bennünket tagként, tagnak a közszolgálati közalapítvány kuratóriumába, amely ugye arra lett volna hivatott, hogy a közszolgálati média többpárti ellenőrzését lássa el valamilyen szinten. Aztán ez folyamatosan ki lett lúgozva, ki lett gyengítve. Tehát elvileg nem pártpolitika, ahogy a törvény ki is mondja, hogy pártpolitizálni tilos, de valóban egy médiapolitikai szereplő lettem volna akkor, hogyha ebbe az országba bármit komolyan lehetne venni, ami ez a politika valamilyen szinten kapcsolódik, és valóban akar a hatalmából engedni. Itt tök egyértelművé vált az, hogy a politika ugyanúgy ellenőrizni kívánja a közszolgálati médiát. Ez valóban egy olyan intézmény, ahol névlegesen jelen vannak ellenzék által javasolt kurátorok is, de se döntéshozói helyzetben nem voltunk olyan szinten az ellenzékiek, hisz mi csak hárman voltunk, ők öten, hogy valamit befolyásolni tudtunk volna, tehát sem előterjesztésben, semmilyen szinten, tehát egy ilyen bábkormány voltunk teljesen egyértelműen. Én ütöttem, vágtam az asztalt a magam módján, amennyire lehetett, opponáltam számos dolgot, ez még abban az időben egyébként nyilvános jegyzőkönyvekben olvasható is volt. Annyi változott az én időszakom után, hogy most már az ülések jegyzőkönyvei nem is nyilvánosak, tehát fogalmunk nincs, hogy mi történik, vagy történik-e ott egyáltalán bármi. Én szerintem egy óriási olyan fontosságú terep, amit nem is értek, hogy az ellenzék 10-20 éve hogy hat kihasználatlanul, főleg ma itt Európában, a világban, akárhol, hogy a közszolgálatnak milyen iszonyú fontossága lenne a tájékoztatásban, azt gondolom, hogy soha nem volt fontosabb, mint az elmúlt 10-15-20 év fejleményei okán. Óriási felelősség lenne, hogy ezen valami változzon. Talán most majd az EU-s szabályozás, amit muszáj lesz adaptálni, már annyira nem követtem egyébként sem a kulturális szcénát, sem a sajtót, de azt tudom, hogy az EU-ban ugye most készül egy új ilyen audiovizuális szabályozási mechanizmus, ami talán valamilyen szinten elmozdíthatja, vagy legalábbis szükséges lenne, ha elmozdítani ezt a magyar közszolgálati, most ha tényleg hadd beszéljek csak arról a terepről, amiben én megmerítkeztem, média szabályozását és felügyeletét. Meglátjuk, nem vagyok optimista egyébként.
Visszakanyarodnék egy kicsit erre a 90-es évek, kora 90-es évek hangulatra. Nyilván van ennek egy ilyen politikai síkja is, amiről beszéltetek, de hogy inkább én azt érzem, hogy volt ott egy ilyen mindent átható jótékony káosz, eufória, ami úgy nagyjából 94-95-re végképp felszámolódott. És most Zsolthoz fordulok ezzel, hogy egyébként ugye ebből a hangulatból, millióból sarjadt ki az Anima is. Ezt hogy éltétek meg? Akkor lehetett ezt így érezni? Vagy ez egy olyan... Én arra emlékszem, hogy ez tényleg egy olyan közeg volt, ami szinte generálta az új dolgokat. Hát az én kapcsolódásom mondjuk a nyugat-magyarországi létem és a folyamatos kapcsolódás az osztrák helyzettel, koncertre jártam, Laibachon voltam, ami azért elég erőteljesen már akkor iróniába csomagolta a politikai attitűdöt, tehát ez egy nagyon vicces dolog volt. Tehát aki mondjuk a Laibach után komolyan tudja venni a napi politikát, az tényleg a politika szenvedélyes rajongója. Tehát, hogy hogyan lehet a politikai közhelyeket populáris közhelyekké váltani, ezt nagyon ügyesen megcsináltat, nekem ez nagy hatás volt, meg hát minden nap eufóriában voltam attól, hogy milyen megjelenéseket hallottam, és valóban ez hozta létre 93-ban az Animát, de mondom, én már előtte 5 évvel is csináltam hasonló dolgot más név alatt, és ez a hatás, ez szétbogozhatatlan, hogy most akkor mi az, ami a nyugat-európai, a zenei könyvtárak hatása, a Kraftwerk lemezek hatása, apám zenei könyvtárának hatása, ezek szétbogozhatatlan szocializációs elemek. Vova, a Tilos Ezá is egy ilyen elképesztően eklektikus, kulturális nem tudom mi volt. Erre hogy emlékszel vissza? Hát tudok azzal azonosulni most, amit a Zsolt mondott, hogy én is azt gondolom, hogy annyi hatás ért akkor bennünket. Én ezt már számos alkalommal elmondtam egyébként, hogy nekünk óriási szerencsénk volt, hogy a Tilos Ezával, azon túl, hogy nyilván meg volt bennünk a megfelelő nyitottság, de akkor annyi kísérletező fiatal formáció indult el, aminek mi igyekeztünk teret adni, és ezáltal egyébként iszonyú színessé lett, és valóban megvoltak azok a Nyugat-Európából behozott impulzusaink, tehát én azért most tényleg egy-két gondolat erejéig, én azt gondolom, hogy a Palotai Zsolt szerepe a rendszerváltás utáni zene alakításában az egy nagyon fontos szerep volt. Annak dacára mondom én ezt, hogy én a Zsoltnak ezt az elektronikus zenei parti világát nem ismertem. Azt gondolom, hogy nagyon kevesek közül tartozom, akik nem követték aztán utána az ő világát, de azt, amilyen szinten ő megszínezte, beindította itt a 80-90-es évek fordulóján a zenei világot, és nyilván erre még rárakódik az, amire most már sokkal többen jobban emlékeznek, mint én, az ő elektronikus zenei múltja. Tehát egy nagyon fontos szereplőjévé teszi az elmúlt 30 évnek. Én azt hiszem, hogy mi többet egyébként sokkal nem tettünk, mint hogy nyitott szívvel, füllel jártuk, éltük az életünket, és megpróbáltunk minél több dolognak teret biztosítani, ami ebben a kicsike kis országban fejlődött, és a nyitottságunk azért arra is kiterjedt, hogy azok számára, a külföldi produkciók számára, akiknek izgalmas volt Kelet-Európa, és elindultak egy busszal, vagy vonattal, vagy akár stoppal egy szál gitárral, és megjelentek ide Magyarországra, akkor mi egy igazodási pont voltunk, ahová szívesen jöttek, híre volt, hogy ide be lehet jelentkezni, ide el lehet jönni, itt föl lehet lépni. Úgyhogy nagyjából ezt gondolom, hogy ez így alakult a mi kis életünk. Te hoztad szóba, mármint Palotai Zsoltot, mert mikor beszéltünk erről az adásról, akkor említetted azt, hogy neked még túl friss, nem szeretnél különösebben beszélni róla, de miután te említetted, az a kérésem, hogy azért pár szót erről ejtsünk. Ugyanis engem egy picikét meglepett, ez szól mindannyiótoknak, három zenész, pontosabban két zenésszel, meg egy
szervezővel vagyok egy rádiós térben, hogy azok a visszhangok, amelyik a halálát kísérték, hogy én is sokkal inkább szubkulturálisnak hittem, sejtettem, ehhez képest azzal szembesültem, hogy mennyi embernek van eleven emléke erről. Hát egyrészt, ha évtizedek szubkultúráit rakod egymásra, rétegzed, az sok ember. Tehát az kétségtelen, hogy a Zsolt bizonyos értelemben szubkulturális szereplő volt, csak ezek a szubkultúrák azért nem voltak olyan kicsik, mint talán azt gondolná valaki. Kettő, ezek a szubkultúrák rétegződtek, különböző szubkultúrák rakottak egymás mellé. A 40 pluszosok vagy 50 pluszosoknak a rendszerváltáskori emlékei, a 2000-es évek parti kultúrájának a már nagyobb számú követői, és aztán a 2010-es vagy akár 20-as évek még fiatalabb parti kultúrájának részben rajongói vagy résztvevői, részben tevőleges elkövetői. Tehát ha ezt így összerakjuk, az nagyon sok ember, és tényleg egyébként én nem is láttam mondjuk a Facebookon olyan mennyiségű, egy emberre vonatkozó, majdnem egy időben zajló ilyen kommunikációs, nem tudom, forgalmi dugót, amit a Palotai Zsolt halála okozott, mondjuk így. Tehát az egész tényleg példátlan volt. Vova forradalmi időket emlegetett a Tilosazá kapcsán. Én valami forradalmiasságra való visszaemlékezést éreztem ebben. Mennyiben volt újító, mennyiben volt ezek szerint revelatívan más, amit Palotai Zsolt csinált, mint ami előtte volt? Hát nagyon nehéz egy hideg fejjel egyfajta ilyen szakmai értékelést adni egy ilyen sokoldalú alkotóról, mint a Zsolt, főleg, hogy 30-35 éves barátság fűzött bennünket össze. De megpróbálkozom vele. Annyian próbálkoztak vele, és sokan csöndbe voltunk, akik közel voltunk hozzá. Melyik Palotairól beszélünk? A népdal, Éri Péterrel népdalgyűjtő, medvelől menekülő, Palotai Zsolt, a dzsungel, a drum and bass hazai megteremtőjéről, az összes drum and bass szervező brigád, az ő köpönyege alól, mint a nagy orosz klasszikusok, Gogol köpönyege alól bújtak ki. De igazából ezt elmondhatom, az acid, a techno, azokról a brigádokról is, akik számára a Palotai egy hivatkozási pont volt, és akkor nem beszéltem arról, és akkor itt van ez a kommunikációs dugó, amiről beszéltél, mindannyiunk oldalán, mindannyiunk Facebook oldalán az emlékezések garmadája, hogy a színházi, a vonós négyesekkel együttműködő, a Ligeti darabokba belekeverő, a Future Music című, Jövőzene című tilos műsorban, ahol mindig megelőzte a korát, és divat volt az utóbbi pár évben az ő bootlegjeit némely körökben lekicsinylően minősíteni, de akik egyébként most emlékeznek, és nem hívták, mert ugye ez is folyamatos polémia, hogy nem hívták ide, nem hívták oda. Nekem meggyőződésem, hogy azok is, akik nem hívták ide vagy oda, azok is őszintén emlékeznek a rájuk gyakorolt Palotai hatásról. Egyszerűen nincs olyan, de igazából az alternatív rock zenében sem túl sok, aki legalább ne csípett volna Palotai partit a saját koncertje után, és ő egy fantasztikus nem alkalmazkodó és nem kompromisszumos, hanem nem egy zélig Woody Allen hős, hanem egy olyan ember, aki bele tudott állni abba a kontextusba, amiben jött. Ő a DJ-zés filozófusa volt, hogy ilyen óriás baszott nagy közhelyet süssek el. Na, innen folytassuk, a nagyképben beszélgetünk. Szóval ez itt a Nagykép, Német Róberttel itt ülünk a stúdióban, velünk van Píger Zsolt, a vonalban pedig Német Vladimir Vova.
Mit mondtál a DJ-zés filozófusa? Hát most éppen ez csúszott ki, de hát csak hülyeségeket tud ilyenkor mondani. Ehhez mit tudsz hozzáfűzni? Én ahogy mondom, én azt az Ős Zsoltot síratom, aki aztán viszonylag gyorsan ejtette azt a zenei világot, amiben mi közösen a Tilos Azában meneteltünk. Ő elindult aztán az elektronikus zene irányába, ahová én nem követtem, és nekem különösebb rálátásom nincs is erre a nyilván folyamatosan változó terepre. Nekem a Zsolt még az az akkori világzene, amit én azóta már szintén nem követek. Tehát azt hiszem azért vannak ilyen zenei ciklusok, amik azt egy idő után kikopnak. A Zsolt nekem Cezária Evora volt, a Zsolt nekem Fela Kuti volt, a Zsolt nekem nagyjából ez a Manonegra volt. Tehát az a zenei DJ, és valóban egyébként ebben egyet tudok érteni a Zsolttal teljes mértékben, hogy ő egy ízig-vérig DJ pasi volt, kereste ő magát a gyógypedagógia terepén, ahogy mondtam, járt testnevelési főiskolára, és a zenében találta meg azt az önmagát, azt hiszem, szóval ő tényleg este 11-től reggel 6-7-ig élt, és akkor volt szellemi és kulturális ereje teljében. Nekem a Zsolt más volt, mint ezek a most bedugult visszaemlékezések, akiktől jönnek, és akik ezt a világát emelik ki. Én, mert hogy egyébként nem is vagyok fönn ezeken a fórumokon, de nem is hallottam, hogy igen, az elejéről valaki mesélt volna, mert ott lett ő DJ-vé, és valóban együtt közösen 89. december 31-én a Tilos Azán nyitónapján ült be először a két kazettás magnó mögé, valóban, akkor még így kezelte a dolgokat, aztán utána még a CD korszak kezdeti eljövetele az ott érte még a Tilos Azában, és utána a Zsolt elindult az éjszakába, és elindult tényleg hódítani és terjeszteni az ő zenei világát, ízlését, és biztos vagyok benne, hogy óriási nyomot hagyott. Mind a szakmán, mind azokon a tízezreken, akik hallhatták, láthatták őt muzsikálni. Ha már világzene, van vele a konkrét kérdésemben túlmenő célom is, ezt taglaljuk, de te a menedzsere, szervezője, mindenese voltál egy időben Lajkó Félixnek is. Mennyiben volt érdekes kirándulás ez számodra? Én hála Istennek azért nagyon sokáig az életemben olyan dolgokat csináltam, amiket nagyon érdekesnek találtam és szerettem, és láttam bennük fantáziát. A Félix egy gyönyörű kirándulás volt, 10 éven át tartott, azt hiszem 7 lemezt adtunk ki együtt közösen. Kicsit így úgy amúgy azért járogattunk itt-ott-amott, találkoztunk egyébként Animával is a Barbicanben Londonban, és jó volt, ez egy nagyon... Mi ez így, csak összefutottatok ott hirtelen nyilván? Igen. Hát a Zsolték is ott játszottak. Tudom, értettem. Nem tudom, milyen esemény volt. A Zsolték is ott játszottak, meg a Félixnek is ott volt fölépése. Akkor én tényleg úgy éreztem, hogy azért valahol ilyen bátortalanul meg lehetnek azok a kitörési pontok, hogy a magyar nem klasszikus zene, és nem kortárs klasszikus zene, amelynek megvan a világszintű elismertsége és ismertsége, is eséllyel rúg labdába, hogy megismertessék. Az a Zsoltékkal is emlékszem, még dolgoztunk, hogy betán Berlinbe mentetek, már nem is emlékszem valami zene ünnepeszerű rendezvény, de aztán a Zsolték is úgy megpróbálták penetrálni, azt gondolom, Nyugat-Európát. Én a Félixben nagyon bíztam, hogy a Félix az a pasi, meg volt nekem annyira nagy mellényem ehhez a világhoz, hogy azt gondoltam, hogy velem együtt, az én segítségemmel a Félix az egy világsztárrá
tehető és ismertségben az egész világ által ismert művésszé tehető. Ez nem sikerült a mi közös munkánk során, ez biztos, de és valahol ez nyilván csak a harmad-negyed rangú fontosságú kérdés volt. Imádtam a Félix-el dolgozni, mindenki mondta, hogy ilyen nehéz, olyan nehéz, nagyon jó barátságban is voltunk, és azt gondolom, hogy tényleg egy iszonyú sokszínű, egyedi, és olyan mély pasi, aki tényleg a zenéjén keresztül olyan emberi érzéseket és egyebeket tudott kifejezni, ami azért elég ritka és példanélküli. Zsolt, te mit gondolsz ezekről a kitörési pontokról, amit megpendített a Vova az imént, tehát hogy a nem klasszikus zenében a magyar kultúra által, vagy előtt álló, vagy magyar kultúra által tartalmazott lehetőségekről? Csak szubjektív dolgokat tudok mondani, ami az én tapasztalatom. Amikor komoly menedzserrel dolgoztunk, akkor Európa turnén voltunk, meg spanyol turnén, meg Benelux turnén, meg Moszkvától Londonban, nem tudom, játszottunk Prágába, Londonba biztos 20-szor, vagy 15-szor, én ezt nem tudom már. És ezek fantasztikus koncertek voltak, és ott volt az éppen működő zenei, világzenei, elektronikus világzenei elit sok tagja, csináltunk közös dolgokat az Asian Dub Foundation-nel, meg németekkel, meg britekkel, meg nem tudom. Tehát, hogy ezek fantasztikus dolgok, ezek óriás élmények, ebből töltekezik az ember. Sosem volt szerintem komoly cél, hogy az animából valami hihetetlenül elsöprő dolog legyen. Ha visszagondolok rá, egyébként megvoltak azok az éppen aktuális szegmensek benne, amiket éppen összedobáltam. Szerintem nem feltétlenül tudatosan, hiszen utána meg teljesen elfelejtettem, és elegem volt a világzenéből, sőt, meghallottam ezt a szót, rosszul voltam. Én népzene rajongó vagyok elsősorban, és a világzenét egy kicsit ilyen felcímkézett dolognak éreztem, de hát persze egy csomó meg oda soroltak bennünket egy csomó dallal, de mondjuk a 68, meg a Csinál gyereket, meg a nem tudom, ennek köze nincs hozzá. Mi a lényege? Az a lényege, hogy most is naponta jönnek visszajelzések, hogy hol hallgatják az animát, amikor megnézem a Spotify listát, akkor mondjuk sokkal kevesebbet hallgatják Magyarországon, mint mondjuk Izraelben, vagy az USA-ban, és ezek jó dolgok, és ez meg annak köszönhető, mindennek van valami praktikus oka, mert hogy volt egy Butha Bár nevű híres válogatáslemez, aminek az első egy-két darabján több anima dal is volt, és szerintem ezek több millió példányban elfogyó lemezek voltak, és ezt nem véletlenül jeleznek vissza dél-afrikai reptérről, és izlandi kiskocsmából. Ott hallgatják az animát. Ezt mondjuk megértem. Meg egyébként hát alapvetően számunkra is izgalmas minden olyan népzenei feldolgozás, ami a világnak egy másik tájáról való, és valamiféle csatlakozás, kapcsolódást tudunk hozzá. Hát főleg, hogyha nem egy ilyen címke, nem egy lobogó, nem egy zászló. Most, hogy mondok egy-két példát. A Bognár Szilvi nagy örömmel tér vissza, és csináltunk vele koncerteket. Most az új, a Derkovics című Gyökereket kereső anima lemezen lesz egy Énekelj még Bognár Szilvi című dalunk például. Tehát, hogyha ez organikusan működik, akkor ez tök jó. Vagy a Kovács Antival, a Romanodrom frontemberével, az Andodrom egykori fantasztikus zeneszerző és előadója, évek óta munkatársa. Spanyolországban, a Pireneusokban ismerkedtünk meg, nagyon vicces, hogy egy szigeten volt egy közös koncertünk. Ez Andodroma. Ott pacsisztunk. Igen, mert akkor még nem volt Romanodrom. Igen. És ott találkoztam vele, és azóta van egy ilyen barátkozás, haverság, most meg egy nagyon mély, majdnem testvéri kapcsolat, és akkor ebből vannak közös számok, amiket élőben lemezen adunk elő. Az egyébként, Vova, hogy amikor ennek a közönségnek, ennek a városi undergroundból jövő, vagy éppen akkor az undergroundhoz kapcsolódó közönségnek, mennyiben volt újdonság, mennyiben volt extravagáns dolog az, hogy például az Ában elkezdett játszani az Andodrom, vagy a Kályák. Vagy a Muzsikás. Igen.
Szerintem ebből a roma zenei felvetésed az egy fontos része volt a dolognak. A muzsikás szívem csicske közepe és mérhetetlenül megtisztelő, de ők talán egyszer fölléptek az ába, azt hiszem az X nevű holland. Most jutott eszembe, ugye, akik a Hidegen fújnak, a Szelek című népdalt fel is dolgozták. Így igaz. Tehát ők azért nem voltak a klubkultúra mindennapi fellépői, mi óriási megtiszteltetésnek vettük azt, hogy ők eljöttek, ilyen párosításba jöttek el föllépni, de azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos áttörés volt, hogy a mainstream, akármennyire is underground, azért a Tilos Azá egy ilyen mainstream szórakozó hely volt, ott megjelent a roma autentika. És a buli, és a mindennap, és azzal az önazonos céllal, meg is nem céllal, hanem történéssel, hogy valóban buli lett. Tehát akkor csurig a plafonról is folyt a verejték, mindenki táncolt, és Andodrom, és Szilvási Gypsy Folk, és Lindri, és mindezek a roma autentikus zenék, azt gondolom, hogy nem voltak jelen. A Ki mit tudva jelen voltak fekete-fehéren a magyar televízió világában, de és nyilván a cigánytelepeken élt ez a zene, de nem penetrálódott át, azt gondolom, és ugye itt most nem az éttermi cigányzenéről beszélünk, hanem arról az autentikus népzenéről, amit ezek a zenekarok képviseltek. Szóval szerintem ez fontos volt, és ez az én ismereteim szerint úgy nagyjából nálunk a Tilos Azába indult el. Még azt is elmondhatom, mert ez tényleg érdekes, hogy egy tök véletlen történés előzte ezt meg. Balogh Béla, aki nagyon fiatalon elhunyt cigánytáncos ember volt, ő bejött egyszer a Pereputtyal 80-10 zárás környékén, és... Tehát hajnalban. Hajnalban 4 óra körül, igen, és a legnagyobb természetességgel elkezdett, nem tudom, dobolni a két kezével az asztalon, vagy a széken, és a többiek, nem tudom, hogy csettingetni, valaki lekapott egy, hogy hívják, nem tudom én, egy befőttes üveget, és elkezdett rajta kannázni, és azt a 8-10-10-20-30 embert, aki ott volt, azt kellemesen elszórakoztattam, hogy Béla, mintha mi sem lenne természetesen, odajött a végén, bemutatkozott, hogy ő kicsit, és azt mondta, megpödörte a kacskás bajuszát, és azt mondta, hogy ő ide ilyet tud hozni, érdekel bennünket. És így lett az egész dolog, nem előzte meg semmiféle piackutatás, szervezői kutatómunka, semmi az égvilágon, hanem így lett. Ezt azt gondolom, hogy ez egy fontos fejlemény volt. Amilyen szinten én azt gondolom, hogy most manapság én nagyon hiányolom bár benne vagyok a korba, tehát nyilvánvaló, hogy annyira nem ismerem a terepet, de hiányolom azt a klubkultúrát, ami akkor kialakuló félben volt, egy rövid ideig élt, egy kicsit leváltotta ugye az egyetemi klubok jazz klub világát, ami ezt mondjuk megelőzte, és egy fantasztikusan jó terep volt, én azt gondolom szintén, befogadóként, közönségként is, meg magát a jazz terepet is, én azt gondolom, hogy ez nagyon szépen életben tartotta és inspirálta, ez az én egyetemista éveimre, a Tilos Azá előtti évekre utalok, és most hiányzik nekem az, hogy igen, valóban az nálunk ugye évi 300 fölött volt a koncertek száma, tehát vagy valamilyen események száma. Nem tudok olyan helyről ma Magyarországon, vagy Budapesten sem, meg sehol egyéb helyeken, hogy ahol ez igény lenne, meg megtörténne.
szerintem fontos lenne, hisz azért azt gondolom, hogy nem egy zenész elmondta, hogy őket az is, Kollár Klemenc Laci mesélte nekem, emlékszem annó, hogy ők ott ültek az ába kinn a külső terembe, és látták, hogy itt komolyan veszik a hangtechnikát, hogy itt föllép ez az Amaz, és úgy ott döntötték el, hogy akkor megalakítják az Andersen zenekart. Ott láttam először az Andersent. Igen, szóval, hogy ez magára a szénára is azt gondolom, hogy inspirálólag hathatna. Nem látom, hogy lenne ilyen világ. Hát helyben vagyunk, ugye az én egyik veszőparipámnál. Mennyiben érzitek azt, hogy nyárspolgáribb lett a világ, nem 90-es évek elejéhez képest, nem a 80-as évekhez képest? Tehát olyan hely, mint a Tilos az Á, az erős gyanúm, hogy még a Buli negyedben sem kapna jelen pillanatban engedélyt. De hogy ha meg is kapná, akkor két hét múlva feljelentenék, az is biztos, és nem a piaristák tennék meg, ahogy azt... De hát már a Tilos az Át is a 90-es évek közepén. Mondom, azért... a piarok, mert ugye a Mixed Carmen téren ott van a piaristáknak az épülete, és ott volt a Mondén Tilos az Ával kapcsolatban egy ilyen... folyamatos hát meg volt más támadás, is, de hogy... Nyilván jobban tudja. De hogy amit most előbb Voma mondott, hogy azért a külvárosokban tele voltak különböző klubokkal, rockklubokkal. Vidéki, egyetemi és fővárosi, vagy főiskolai városokban volt egy virágzó klubélet. Van ennek jelen pillanatban nyoma? Hát vannak klubok, de más a struktúra, meg másként készülnek a zenék is, másként működnek a zenekarok, előbb van menedzser és videóklip, és utána majd valamikor lesz egy album, egy csomó celeb popstár nem csinál 15 évig albumot, és mégis ott van a televízióban. Teljesen más az egésznek a struktúrája, és ezt visszasírni felesleges, viszont impulzusokat nyerni belőle meg lehet és kell is. Én folyamatosan úgy dolgozom, mint amikor ott játszottunk a Tilos az Ába. Hát, hogy ez nem változott. Kötöm azért az ebet a karóhoz, és csatlakozom a Vovához, amit ugyanis ő előbb említett, az a spontaneitás, hogy úgy jönnek létre dolgok, hogy nem tervezed meg. És szerintem a spontaneitást nem lehet kikapni az életből, ha nincsenek helyek, terek, ahol emberek találkoznak, home office-ból izgalmas dolgok, húzamosabb ideig nem tudnak kisülni. Hát a találkozások nem feltétlenül kell, hogy a Tilos az Ába létrejönnek, létrejöhetnek a Nem de Bárba is, meg létrejöhetnek egy csomó más helyen is. Mondjuk a Nem de Bár fel lehet egymást keresni. Mondjuk a Nem de Bár, ha már erről a szórakozóról beszélünk, azért azon néhány budapesti hely egyike, ahol az a fajta világ él tovább, tehát ez nem egy... Ezért mondtam. Igen, hát csak hogy ez nem valami egészen más, új, ami másképp olyan izgalmas, hanem ez ugyanannak a... Részben igen, sőt, elő is fordulnak azok a aktorok, a Vető Jánosok, a Pajor Tamások, a Mennyhárt Jenők, zsiráfok. A Vigimisik, a Zsiráfok ott vannak ezen a helyen, és biztos vannak ilyenek, én mondjuk erre a helyre járok, vagy impulzusokat kapok, vagy igen, és ott van, kötetnek most is barátságok, például a Kovács Antival nem, de én meg egy intenzív kapcsolattartó vagyok, és én embereket hívok, én látok egy jó dalt, nem is ismerem, ráírok, bejelölöm, visszajelöl, gratulálok neki, találkozom vele, és mindegy, hogy Pajor Tamásnak, vagy Nové Somának hívják, vagy Bocskor Bíborkának, vagy Magyar Borinak. Együtt akarok velük dolgozni, impulzusokat akarok tőlük kapni, és akkor kiderül, hogy ők meg mondjuk animán nőttek föl. Ez számtalanszor, ez folyamatosan, ez hetente, havonta fordul velem elő. Egyébként pedig, amit András mondott, vagy mondtál, most nem magázni akartalak előbb, csak hozzád is fordulok. Ön, amit ön mondott. Szóval, hogy ugye, tehát ez is köszön nyilván, de hogyha erről beszélünk, akkor nem lehet nem leszögezni, vagy elmondani, hogy hát ugye alapvetően a maga kultúra, vagy egyáltalán az életünknek a keretei változtak meg, hát közösségi média, tényleg már szinte unalmas is ezt mondani, de hogy alapvető ismérvei az életünknek változtak meg,
nem hogy 1990-hez képest, de még 2000-hez képest is. Tehát azért az, amiről beszélgetünk, a tilos az áll, meg ez egész ilyen kulturális mikroklíma, ez egy 30 plusz évvel ezelőtti helyzet. Tehát azóta minimum egy, de inkább kettő ilyen földindulásszerű paradigmaváltás volt az, ami ráadásul egyébként az életmódban, a kultúrában, egyebekben. Tehát a kommunikációt ez segíti. Tehát sokkal hamarabb tudok odalépni valakihez, a virtuális pulthoz. Igen, de közben szerintem egyszerre bizonyos... Hát mind a kettő fontos, de azt mondom, hogy az, hogy te meg tudsz valakit keresni virtuálisan, és utána azt egyből gyakorlati kapcsolatra váltod, együttműködésé, barátságá váltod, az itt a lehetőség. Én ezt gyakorlom, csak azért mondtam. Ezt én értem, de szerintem ez egy ellentmondásos helyzet. Igen. A virtualitás bizonyos dolgokat megkönnyít, bizonyos dolgokat pedig tönkretesz. Természetesen. Hogyha ezt nem váltod napi gyakorlattá, barátkozássá, közös ebéddé, közös piálássá, közös hely előtt átsorgássá, akkor keveset ér, de beindítani rakétákat, kapcsolatokat, szimpátiákat, gratulációkat viszont gyorsabban lehet. A terek változtak meg. Azért mondom, hogy nincsen jobb, meg rosszabb korszak, hanem most valamiféle új közepén, elején vagyunk, amiből kialakul valami, és hogyha ezt kegyelmi pillanattá váltjuk, és szerintem azon kell lennünk, akkor ezt humanizálni lehet, ezt a sztorit, és a tilos hozzá jellegű helyeket azt létre lehet hozni az életünkben. Irigylem az optimizmusodat, én nem, hogy most nem lennék kamasz, de ezt most már egy ilyen 11-12 éve érzem azt, hogy nem lennék, és nem változott meg az ebéli hozzáállásom. Ugye, amit előbb említettem, hogy hova lehetett elmenni, mondjuk nem, hogy a 90-es években, 80-as években, azért élünk városban, nagyvárosban, éjjel-nappal élünk nagyvárosban, szolgáltatások mindegyikét majdnem minden napszakban meg tudjuk szerezni. Ehhez képest, hogy nem, hogy hova menni nem lehet, hanem most már a legfrissebb javaslat az, hogy a Demokratikus Koalíciónak a budapesti polgármesterei még a dohányboltokban is meg akarják tiltani az éjszakai alkoholárusítást. Tehát, hogyha valakinek mondjuk hajnal kettőkor eszébe jutna leugrani egy sört megvenni, akkor szerintük azt sem. Ez a fajta, hogy is mondom, nyárspolgári beszabályozottság nem volt azért szerintem annyira jellemző, és ez önmagában számomra legalábbis egy visszás dolog. Ráadásul ez nem magyar jelenség. Ja, nem magyar jelenség. Én is azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem egy magyar jelenség. De egy kicsit visszakapcsolódnék az előző körkérdéshez, vagy kör megnyilvánuláshoz, hogy abban teljesen egyetértek, hogy legalább két paradigmaváltáson túl vagyunk. Tehát azért ezek viszonylag természetes változások, hogy az élő zenét az nem kismértékben pont a professzionális DJ-k megjelenése nyírta ki, mert olcsóbb volt egy DJ-t, egy profi DJ-t szerződtetni egy éjszakára, mint hogy egyébként egy olyan profilú klubot üzemeltess, ahol, hogy hívják, hangmérnököt, hangtechnikát és egyebet, és nagy létszámú zenekart léptes fel. Tehát ennek a költségei nyilvánvalóan nagyságrenddel nagyobbak voltak. Tehát én tudom, hogy még a 96-os bezárásunk előtt is már ez a történet dadogott. Nem tudom, hogy meddig tudtuk volna egyáltalán tovább vinni ezt az élőzenei klubkulturális vonalat a teljesen természetes változásoknak köszönhetően. És ezzel nem lehetett mit kezdeni, tehát ezt el kellett fogadni, ez hozta a fejlődés, és egyáltalán a dolgok történése, és utána valóban én azt gondolom, hogy most már néznek, én nem tudok olyan helyekről, hogy, de akkor ugye kialakult egy olyan, hogy akkor vannak rezidens DJ-k, hogy itt ez a rezidens DJ, ami megadta a hely zenei karakterét, aki hívta a saját vendégeit, és ezáltal egyébként kialakult egy törzsközönség, egy közönség a dolognak, most már ezek sincsenek, tehát hogy én nem látom, hogy van egy-két ilyen rezidenses buli itt-ott az Editben, hogy ilyen félénken, de nem érzed, hogy,
hogy ilyen meghatározó lenne az éjszakai életben, hogy fú, ha nem tudom én technót vagy drum and bass-t akarok hallgatni, akkor oda kell mennem, mert vagy épp a rezidens van, vagy az ő szuper jó vendége. Tehát, hogy ilyen szinten ezek a karakteres zenei helyszínek az élőzenei után szintén megszűntek, és ez szerintem megint egy tök normális és természetes változás eredménye, mert most meg ugye a YouTube, meg tényleg valóban a technológia megjelenésével, ami alatt azt is értem, hogy a csávók otthon, fönn, ahogy az én fiam egy emelettel följebb, a nappaliba, egy szál mikrofonnal, hogy kreatív zenészekkel a hátterében, és mondom én, és hogy hívják, és számítógéppel, és ilyen-olyan, hogy hívják, zenei programokkal meg tudnak nyilvánulni, utána jön a többi része a csapatnak, akikkel aztán ebből videót vágnak, vesznek föl, és a többi, tehát, hogy hihetetlen változáson ment át, ahogy mi kazettával kezdtük, dupla kazettás magnóval a szakmai életünket, ma itt tartunk éppen, és ez valóban egy kicsit a művészek, az, mert most itt a fiatalokról beszélünk, én örülök annak, amit a Zsolt mond, hogy megvannak még a Nem de Bár, meg az ilyen-olyan helyek, ahol lehet találkozni a régi nagy öregekkel, akik aztán nyilván az elmúlt 30-40 év zenei tapasztalatát, ami felgyülemlett bennük, áttranszformálják a jelenre, és abból születnek olyan művek. Én most egy kicsit trendszerűbben arról beszélek, hogy itt vannak ezek a fiatalok, és én meg ebben vagyok optimista, és nekem tök bejön, tök tetszik, a legradikálisabbtól kezdve a háromszoros Népstadiont megtöltő Azariáig. Nagyon széles a spektrum, de nincs klubkultúrájuk. Na hát akkor a régi nagyokkal való találkozásról majd még itt Priger Zsolttal ejtünk pár szót. Volna nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Szerintem izgalmas beszélgetést folytattunk, mi pedig pár percet még megyünk tovább. Sziasztok! Szia! No, hát ha már élő zeneis esemény, akkor ne menjünk el amellett sem, hogy készülsz valamire. Hát több mindenre készülünk, még ugye 30 évesek voltunk az idén. Mi újság a zenekar házatáján? Mi újság a zenekar házatáján? Direkt nem kérdeztem semmi. Hogy fut a szekér? Nagyon jól, köszönöm. Beszúszakoltunk még pár dolgot, jön egy új klip, ami a nagy orosz avantgárd mesterről, Arhipenkóról szól. Semmi más nincsen benne, csak az Arhipenkó szobrokat sorolom, és egy ilyen nagyon vicces dal. Ez az új Derkovics című album első dala. Megjelenik egy album, ami teljesen más, csak Bob Dylan feldolgozások lesznek rajta, barátokkal, vendégekkel, Szabó Benedektől Venig, és ami a lényeg, az élő dolog, lezárjuk az évedet, 18-19, hétfő, kedd, egy nagyon pici helyen, a Budapest Jazz Clubban lesz hétfőn egy ülő, kedden, 19-én pedig egy álló koncert, és aztán ráfordulunk a jövő évre. Mi az ülő alatt az azt jelenti, hogy mind szépen, hogy ülni csendben, fogtok. Nem kell csendben, de mivel ez egy sok generációs sztori, ezért, hogyha mondjuk valaki idősebb, vagy éppen gyerekkel jön, akkor az tök érdekes lehet. Aztán van, aki persze a kedre gyúr, hogy ott meg lehet ugrálni. Azért mutogatsz rám, András, mert én idősebb vagyok? Nem ezért mutogattam rád. Oké. Okay. Egyébként miért Derkovics? Nem ez címe. Tehát ilyet nem illik kérdezni, hogy honnan a név, meg miért az simán, a címe, de azért ez mégiscsak egy tipikus. A legemblematikusabb szombathelyi név, Derkovics lakótelepen nőttem fel, Derkovics általános iskolában jártam, Berlin életem legelső külföldi városa, harmadikas koromban egyedül mentem ki, mert jutalomból kaptam egy Derkovics tanulmányi verseny győzteseként. Derkovics a maga proletár öntudatával és azokkal a metszetekkel, amik beleégtek a retinánkba, nem csak nekem, hanem a többi zenekartagnak is, és ott lógtak az iskola falán, egy olyan alapindítás, és szerintem ez egy nagyon, nagyon klassz Zeitgeisthez illő gesztus, hogy mi most Derkovics lemezen dolgozunk, ami egyébként hősökről, a hőseinkről szól. A Boviról, az Andy Weatherról, Bognár Szilviről. Régen elment, nagyon mai,
mostani különböző korszakokból származó hőseinkről, a gyerekkorról és arról, hogy újra kezdünk egy 30 évet, mert hát tök mindegy, hogy 90 éves leszek, és megérem, akkor is lesz anima. Uh-huh. A jövő itt van is. Sose lesz vége. Okay. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak, köszönöm szépen Prieger Zsoltnak is, és Németh Vladimírnak is, és Kovács Bálintnak is, akik vendégeink voltak a mai napon. Kultúráról beszélgettünk, zenéről, színházról. Animáról, Prieger Zsoltról. Kösz, jól éreztem magam. Mi is, köszi.